Amikor eldőlt, hogy a kisvárdai futballcsapat osztályt vált, a vezetők úgy határoztak, az előző feljutás utáni nyárral ellentétben több minőségi játékos szerződtetnek azzal a céllal, hogy a csapat ne csak átszálló jegyet váltson az NB2-be. A légiósok távozása és az utánpótlás korú játékosok foglalkoztatását kötelezővé tévő MLS határozat némileg behatárolta az igazolási lehetőségeket, de így is több rutinos játékos érkezett a csapathoz. A több élvonalbeli együttesben is megforduló 30 éves Lázár Zsolt a legutóbbi szezonban az NB1-es Junói városban szerepelt. Nagyon szimpatikus megkeresést kaptam a kisvárdai vezetők, illetve a vezetőedző személyétől. És hát az én sorsom úgy alakult Junói városban, hogy elérkezett egy váltás ideje. És mondom, mindaz, amit ajánlottak az itteni vezetők, illetve azok a tervek, amik a jövőre vonatkoznak, nagyon szimpatikus volt, és ezért döntöttem. A 27 éves Cseri Tamás a magyar futballban viszonylag hosszúnak számító idő után hagyta ott az elmúlt években rendre az élvonalba jutásért harcoló gyírmótot. Úgy gondoltam, hogy váltanom kell. Hát 4 éve ott voltam gyírmóton, nem úgy sikerültek a dolgok feljutás szempontjából. A családom döntése is ez volt, hogy váltsunk egyet, nézzük meg, hogy ezen a részen, keleti részen milyen lesz. Nagyon bízok benne, hogy jól fogunk szerepelni. Már dolgoztam a mesterrel együtt, ismerem, tudom, hogy mit vár. Ő is nagyban közrejátszott a döntésem szempontjából. A két új játékos szombaton a Cigán, illetve a Mezőkövegyellen mutatkozik be új csapatában, a kisvárdai szurkolók pedig július 11-én a Nyírbátor elleni hazai edzőmeccsen láthatják először a Várkerti pályán az új szerzeményeket.